Sziasztok, Biz vagyok, és hát jöjjön, aminek jönnie kell. Az első bemutató videó Titanfallról, vagy Titanfallról, vagy Titanfallról, vagy éppen, hogy jól esik, úgy szoktam kiejteni, úgyhogy ha ezt nem tudjátok feldolgozni, akkor hát sajnos nem tudok veletek mit kezdeni, mert tényleg ahogy esik, úgy puffan, és úgy szoktam kiejteni. Minden esetre már fél perc úgy elment a videóban, hogy nem mondtam semmi konkrétumot, de 17 darab pilóta által használt fegyverről lesz ebben a videóban szó, és hát nagyon fontos megjegyezni, hogy pilóta által, mert ugye vannak titánok is, és azoknak is van fegyverei, úgyhogy egy kicsit bonyolultabb ez a játék, de nem annyira, hogy ne lehessen róla bemutató videót csinálni. És hát igen, ezekkel a fegyverekkel már találkozhattunk, egyrészt azért, mert ott volt a bétában a loadout gyanánt, másrészt, mert bétában volt Burn Card gyanánt, de vannak olyanok is, amelyekről tudunk már információkat, tudjuk a grafikát, tudjuk az adatait, de nem láthattuk őket, úgyhogy igen érdekes lesz ez a videó, átszaladunk rajtuk, és hát biztos, hogy több fegyver lesz a végső játékban, de nem sokkal. Ezt meg kell értenetek, tehát igazából inkább a szélsőségre helyezte a játék a fegyver arzenálját, tehát az egyik tud hármat lőni, az egyik egyet, a másik automata, a másik úgy automata, hogy erősebb, és hát mindenki megtalálja maga számításait, de körülbelül így egy-két fegyverre fog úgy igazán fókuszálni, nem olyan fegyverarzenállal fog rendelkezni, mint mondjuk egy COD, mint mondjuk egy Battlefield, ahol vannak olyan fegyverek, amelyek minimálisan térnek el egymástól, de például az a minimális is épp elég, hogy az egyiket utáljuk, a másikat meg imádjuk, és nekem egy picit szívfájdalmam, hogy kevesebb fegyver lesz benne, mint egy átlagos FPS-nél, mert szívesen csinálnék róla a fegyverbemutató videókat, amelyek biztosan lesznek, mert nagyon szeretem ezt a játékot, úgyhogy bele is vághatunk a 17 darab pilóta által eszközölt fegyverbe. És hát kezdjük mindenki kedvencével, az R101C-vel, nagyon jól megismerhettük ugye a béta folyamán, viszonylag közepes damage-el, de nagyon pontos, nagyon jó range-el és elég tűrhető fire rate-tel rendelkezik, tehát a modern korok M4-ese vagy AC-re attól függ, hogy melyik játékhoz hasonlítjuk a Titanfallt, és hát nem is nagyon akarom húzni tovább az időt vele, következzen a G2A4-es, amely a modern korok M14-ese, tehát magas damage-el, de semi-automatik, tehát félautomata, range-e is jó, a fire rate-e viszont nem az igazi, és hát tárkapacitása is csak 14-es, ha BF4-et veszem alapul, akkor ez egy DMR fegyver, ha pedig kodot, akkor ez egy Marksman. A következő fegyver a Hemlock BFR, amely egy burst típusú fegyver, amit láthatjátok, a fire rate-je igen magas ahhoz képest, hogy burst típusú, és hát a tárkapacitása ehhez mérten azért kicsit kevesebb, mint amit azt elvárnék egy három lövetű fegyvertől, úgyhogy egy extended clippel megtalálhatják a burst típusú fegyver kedvelői a számításait, úgyhogy hát láthatjátok, minden fegyverből van egy-egy, egyik burst típusú, másik automata, másik meg semi-automatik, úgyhogy így kell elképzelni ezeket a szélsőségeket. A következő fegyver az már Submachine Gun, és hát találkozhattunk vele, R97 Compact néven fut. Nem annyira tetszett, de mivel ez volt az SMG a bétában, ezért ezt használtam leginkább, és nem volt rossz, de elég gyenguska volt, úgyhogy ehhez mérten a fire rate nem annyira tudta pótolni az erősségét, mint egy Submachine Gunnak, de közelre elég durva volt, és hát 40-es tárkapacitás elég sok mindenre elegendő. A következő Car SMG. Nos, ez lesz az én kedvencem, egyértelmű, de szerintem ez balanszolni fogják. Láthatjátok, elég jó damage-el rendelkezik, egy SMG-hez mérten. A range-e hát minimális, mert SMG, viszont a fire rate-je eléggé megfelelő a pontosságával együtt. A tárkapacitása viszont 30-as, és hát a kodokban egyre több a tárkapacitás egy-egy fegyvernél, úgyhogy ez kicsit szokatlan, ugye 30-al kezdtük még annó az ókorba, és már 32, 36, 40, egy-egy fegyver tárkapacitása, legalábbis az SMG-nél, úgyhogy ezt meg kell szokni azért mégiscsak. És most jöjjön mindenki kedvence, a Smart Pistol, és természetesen ebben a mondatomban volt egy kis irónia is, de aki nem hinné, nem
overpower a fegyver. Teljes mértékben balanszos, csak külsőleg látszik annak, hogy úristen, aimos fegyver, minek van a játékba. Igazából tényleg csak arra jó, hogy kitisztítsd az ellenfelek közül a botokat. Ez a nagyon fontos. Nekem arra volt jó ez a fegyver, mikor kezdtem a játékot, hogy meg tudjam különböztetni, ki bot és ki nem az. Ugyanis aki bot, az egy lövésből meghalt, és nem kellett törődnöm velük, hanem tényleg pitty, és rákoncentrálhattam a playerekre, és nekem nagyon bevált, és láthatjátok, nagyon nehéz belokkolva belőni egy ellenfelet, pont ide beraktam ezt a szép kis klippet, láthatjátok, mindig elugrik, újra kezd lokkolni a rendszer. Egyszerűbb ténylegesen a botokat belokkolva lelőni, aztán úgy használni, mint egy kis pisztolyt, ugyanis lokkolás nélkül is lehet vele lőni, amely igazán értelmet ad a fegyvernek, és ezért nagyon szerettem, mert ha akartad, a botokat lelőtted belokkolva, az emberekre meg úgy lőttél, mint egy normális pisztollyal, és mivel elsődleges fegyverről beszélünk, és gyakorta egy pisztoly, ezért nem ér fel például egy SMG-vel, ezért mint egy lopakodó fegyverként kellett rá tekinteni, nagyon ki lett találva, nagyon jó fegyver szerintem. És most jöjjön a beta egyetlen shotgunja, az EVA 8-as, amely iszonyat nagy damage-et tudott osztani, olyan fajta módon, amely egy semi-automatik shotgun-tól nem tudok elképzelni. Nagyon magas volt a fire rate-je ugyanis, úgyhogy ezt mindenképp balanszolni kéne, főleg, hogy a kezdők nagyon rákempeltek erre a témára, a láthatatlanság és a sarok EVA 8-as kombóra, úgyhogy ez tudott kellemetlenséget okozni, tényleg nagyon erős volt közelre, nem hiszem, hogy ez így fog maradni közeljövőben. Aztán Speedfire LMG, nos ha valaki Burn Card-dal aktiválta ezt a fegyvert, akkor igazán meglepődhetett, mert gyakorlatilag szétpukkantotta az ellenfelet, nagyon erős volt, viszont nagyon balanszos ez a fegyver, ugyanis úgy működik, hogyha pötyögtesz vele, akkor gyakorlatilag magasabb a visszarugása, mintha folyamatosan rajta ülnél a gombon. Ugyanis ez olyan adottságokkal rendelkezik ez a fegyver, hogy minél hosszabb ideig nyomod a gombot, annál pontosabb lesz. De azután átesik a holdponton, és megint elkezd így berezonálni. Tehát nagyon ügyesen kell ezt a fegyvert kezelni, ugyanis tud olyan fajta meglepetéseket okozni, amelyeket nem várnánk ettől a fegyvertől, úgyhogy nagyon jól be lett balanszolva, és elég erős, elég jó fire rate-tel rendelkezik. Nagyon jó fegyver szerintem legalábbis, közelre nagyon erős, távolra meg mester, kélt skilleket igényel, úgyhogy jó kis fegyvernek ígérkezik. És hát jöjjenek a sniperek, elsősorban a longbow, amelyet láthattunk ugye bétába, semmi extra, egy semi-automatic, alacsonyabb damage-ű sniperről van szó, tehát két találat kell egy ellenfélbe, vagy egy fejes találat, de ugyebár mozgó célpontot elég nehéz fejen lőni, ezáltal egy szimpla semi-automatic sniperről beszélünk, viszont a következő, a Kraber AP, vagy fene se tudja, hogy kell kiejteni, egy igen érdekes mechanikát választott arra, hogy balanszos maradjon ebben a játékban, hogy így megszemélyisítsem ezt a kis fegyvert. Méghozzá ez one shot, one kill fegyver, viszont forgótalazáras, tehát bolt action-ös, és nem golyót lő, hanem egy kisebb gránátot, ezáltal időbe telik, míg odaér a célhoz. És ezáltal ki kell számítani, hogy hova fog érkezni az ellenfél, és teljesen más mechanikán működik, mint BF4-be, ezáltal, hát, hogy is mondjam, fura. Tehát kodba is máshogy kell snipolni, BF4-be is máshogy kell snipolni, és már Titanfall-ba is máshogy kell snipolni, viszont nagyon jól bebalanszolták, ezáltal nem lesznek olyan hardcore kemperek, hanem meg is kell dolgozni a kill érdekébe, remek ők kitalálták, tényleg csillagos ötös, ilyen jó ötletet én sem tudnék kitalálni. És most jöjjenek a másodlagos eszközök, elsősorban a B3 Wingman, amellyel még nem találkozhattunk a játék folyamán, ugyanis ez nem volt benne a bétába, mert ez a legerősebb másodlagos eszköz, ez egy magnum kialakítású pisztoly, tehát a tárkapacitása 6-os, a fire rate-je alacsony, viszont a legerősebb másodlagos eszközünk. Aztán itt van ez a Hammond, amely egy átlagos kis pisztoly értékeit rejti, ellentétben ezzel az automata pisztollyal, amely nagyon nem vált be a játék folyamán, szerintem nagyon gyengére sikerült, ezt fel fogják biztosan buffolni, főleg abból kiindulva, hogy a játék mechanizmusa arra épül,
hogy céloznod kell. Ugyanis hipfire-be, ha lőttél, szerintem észrevettétek, akkor sokkal gyengébbek a fegyverek. Úgyhogy mindenképp célozni kell a játékban, ez a rejtélye ennek a játéknak, úgyhogy ha nem céloztatok volna eddig és hipfire-be próbáltatok lőni, akkor próbáljatok zoomolni, nagyon sokat segít. Azután jönnek az anti-titan weapon-ök. Itt is a Sidewinder, ezzel már találkozhattunk a bétába, semmi extra, ez egy automata kis eszköz, amellyel tudjuk sebezni a titánunkat. Szerintem nem olyan előnyös folyamatosan a képébe lőni, ezáltal észrevehet minket. Ellentétben itt az Archer Rocket, amely egy becélzós rakéta elvén működik, ezáltal sokkal jobban el tudunk menekülni ugyebár a titánok elől, csak becélzott kilőjük, aztán ott sem vagyunk, szerintem egy remek eszköz. Aztán van itt egy launcher, amely egyfajta tapadós gránátokat lő a titánra, elég magas, masszív sebzéssel, ezáltal a környezetet is tudjuk sebezni, ezáltal embereket vagy akár botokat is tudunk úgy vele ölni, hogy rátapasztjuk a titánra. Azután pedig charge rifle, nos, igazán érdekesen működik, ugyanis egyfajta chargeolás kép működik, mint ahogy Half-Life-ban volt az a kis pörgentyű, hogy folyamatosan chargeolt, aztán kilőtted, és minél tovább chargeoltad, annál erősebb volt. Nos, ez mindenképp kilövődik, miután elérte a maximális töltöttséget, viszont ennek is idő kell, hogy elérjen a célpontig, viszont hatalmasat sebez egy titánon, úgyhogy szerintem sok ember fogja használni, mert ez lesz a legeffektívebb és a legskillesebb is, hogy kiszedjünk egy-egy titánt. Úgyhogy ennyi lenne a 17 fegyver, remélem tetszett, még lesznek fegyverek, de most így jelenleg ennyit tudtam nektek előzetesen bemutatni, úgyhogy lájkoljatok, meg a többi, amiket így szoktak mondani a YouTube-osok, úgyhogy ja, sziasztok! I'm